1956-ot követően Sepsiszentgyörgy 23 polgárát összesen 265 év börtönbüntetése ítélte a kommunista diktatúra. Rájuk emlékeztek ma Sepsiszentgyörgyön, ahol virágok kerültek az emléktáblákra és ünnepi megemlékezést tartottak az 56-os emlékparkban. A megemlékezést az erdélyi 56-os Bajtársi Társaság, a volt politikai foglyok háromszéki szervezete és Sepsiszentgyörgy önkormányzata közösen szervezte. Ezzel a tisztelettel tartozunk. Az 1956-os magyar forradalom kitörésének harmadnapján Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó kollégium néhány diákjának kezdeményezésére megalakult a Székely Ifjak Társasága. Ők 1957 és 58. március 15-én titokban koszorút helyeztek el a Szabadság szobor talapzatára. A diákokat letartóztatták és súlyos börtönévekre ítélték őket. Négyen koszorúztunk, 16 évesek még nem voltunk, 58-ba fogtak el, felvittek Marosra a Szekura, ott ültünk egész június 3-áig. Az a bíró ítélt, aki előttünk 3-4 nappal 10 embert ítélt halálra, Macskási Pálnak hívtak. A diákokkal együtt vitték el a felnőtt Szalai Attilát is, aki 18 évet kapott. Ő nem vett részt a koszorúzásban, gyári munkás volt, csak azért hurcolták el, hogy félelmet keltsenek a városban. A szamosújvári börtönben halt meg máig tisztázatlan körülmények között. Bordás Attila 12 évet kapott, ebből 6 évet töltött le. Amikor hazajött, szomszédok, barátok sokasága fogadta. Itthon viszont nehéz elmondani. Még ma is. Attilára gondolok vissza, hogy mennyi örömmel lehetett volna neki is 6 év után a 9 éves kislányában, nagylányában már nem volt, nem adta az Isten. Én magamról tudom, hogy az utcában, az udvarra nem lehetett bejönni, annyian voltak. Puskás Attilát 20 év börtönbüntetésre ítélték tiltott iratok terjesztéséért. Az 56-osok soha nem bánták meg kiállásukat, mert öntudatos, politikailag érett felnőtteket nevelt belőlük a börtön. Volt egy versem, amelyiket a magyar forradalom első napjaiban írtam, október 23 címmel. Az volt mondjuk úgy a fővád, mert egy lakodalmas társaság előtt, tehát egy nagy tömeg előtt olvastam fel. A nap folyamán diákcsoportok látogatták a kommunista diktatúra áldozatainak emlékházát, mely fényképekkel, kordokumentumokkal, az egykori politikai elítéltek emléktárgyaival idézi az 56-os magyar forradalmat.